Köszöntöm nézőinket, önök a Kaposmenti magazinunkat látják. Összefogott Csikós Töttös, hogy segítsen egy bajba jutott családon. Az egyébként is nehéz helyzetet, egy sérült gyermek nevelését végző családban a gyász is súlyosbította a család életét. Szép, rendezett ház Csikós Töttösön. Itt él a 28 éves Attila, aki születési rendellenessége miatt beszéd és mozgás képtelen. Ám bent pontosan tudja, mi történik vele és körülötte. Szülei lehetőség szerint segítették, hogy a világ kitáruljon előtte, így Attila egy kis berendezés segítségével képes kezelni egy számítógépet. Számítógépet is úgy kezeli, hogy a fejével működteti, ezért Budapestre hordtam a Blisshez. Most ősszel maradt abba, hogy nem szeretett volna úgy menni, mert nem úgy volt a fejlődése, és akkor gondolta, hogy nem menjünk. Úgyhogy ő a fejvel tudja a számítógépet, mindent megért, mindent tud a környező világról, meg úgy körülöttünk lévőben. És magyarul mindenhova is vittük magunkkal, ahova tudtuk. Ám nemrégiben tragédia történt a családban. Attila édesanyja elhunyt, így az ápolás az édesapjára maradt. A szomszéd az segít sokat. Majd megpróbáljuk most. A tragédia után a település összefogott a család megsegítésére. Januárban úgy döntött a képviselőtestületünk, hogy a mellettem látható fiatal ember részére nyitunk egy adományszámlát és egy gyűjtés rendezünk. Ezt a számlát március 15-ével bezártuk, addig a napig 150 támogatói jelentkezett, 145 magánszemély, illetve család, mondhatom nyugodtan úgy, sőt vállalkozás. Én nagyon büszke vagyok arra a térségre, ahol minden nap én ott töltetem, hiszen ez egy olyan magas szám volt, ami engem is váratlanul ért. És nyilván ebben van egy banki átutalás, amely bizonyítja azt, hogy megközelítőleg, mint egy 3 millió forintot átutaltunk Attila végleges elhelyezése céljából, amelyet csak is kizárólag a gyámhatóság engedélyével az édesapja arra a célra tud felhasználni. Attila édesapja vállalkozó. Most rámarad a fia ápolása, át kellett szerveznie az életét. Az esti ápolás, meg az ilyesmi, az én dolgom, meg reggel is, ezek mind az én dolgaim, meg hát minden végül is. Meg segítenek nagyon sokat a nővéremék, azok eljönnek hétvégén takarítani, meg ilyesmit, hogyha kell. Attila édesapja abban bízik, hogy hamarosan megfelelő helyet találnak, legalább egy napközbeni ellátásra. Gyerekzsivajtól volt hangos az elmúlt hétvégén a Döbrököközi Integrált Közösségi és Szolgáltatótér nagy terme. A főként óvodásoknak és alsó tagozatos iskolásoknak szóló programon gyümölcsökből és zöldségekből álló egészséges koktélokat kóstolhattak az érdeklődő gyerekek, illetve szüleik, akik mellesleg a vitaminbevitel fontosságáról is hallhattak előadást. Aminek kivés a narancs volt a szél. És hogy ízlik? Finom. Finom. Én is olyan. Jó? Én is olyan, és nagyon ízlik. Nagyon jó. Én is olyan, és nagyon ízlik nekem. És te fiatalember? Én a másikat, én az ananász leveset és az ananászosat. Elsősorban az egészséges táplálkozással akarták felhívni a fiatalok figyelmét a döbrököközi délutánon. Olyan koktélok és turmixok készültek, melyek könnyen elkészíthetőek, és pici időráfordítással kiválthatják az egészségesnek nem igazán nevezhető üdítőitalakat. Négyféle koktél közül tudtak választani a vendégek, kettő zöldséges gyümölcs koktél közül, illetve kettő gyümölcs koktél közül. Ezeknek a fő összetevője a narancs volt, a banán, a kivi, az alma, vagy éppen az ananász, a zöldségek közül pedig a cékla, vagy az uborka. A koktélok friss gyümölcsökből készültek, hozzáadott cukrot nem alkalmaztunk, csak mézet, ami ugye természetes édesítőszer, nem szerettünk volna se édesítőt, se egyéb dolgot hozzáadni. Tőlő Mária pedagógus arról beszélt a gyerekeknek, miért fontos az egészséges táplálkozás.
kiderült, a legegészségesebb a hagyma, az alma, a brokkoli, a spenót és a sárgarépa. Friss gyümölcsök és zöldségek fogyasztására hívjuk föl a figyelmet a mixerek segítségével. Ugye nagyon fontos a gyümölcsöknél a vitamintartalom megőrzése, főleg most a tavaszi időszakban, amikor a tavaszi fáradtság erőt vesz mindenkin, hogy pótoljuk az elvesztett energiáinkat, vitaminokat. Egy ilyen délután nem lehet meg zene és játék nélkül. A szervezők remélik, hogy ha nem is változtatja meg egy ilyen napafogyasztási szokásokat, de befolyással lesznek arra, hogy egy adott pillanatban a gyerekek ne idegenkedjenek a zöldségtől vagy a gyümölcstől, és épüljenek be ezek az ételek a mindennapi étkezési szokásokba. Miska Nyúl a polgármester abban a mesebeli erdőben, ahol összefogással győzik le a bajt az állatok. Emberi tulajdonságokkal felruházott, kitalált lények ők, akik emberi módra szervezett társadalmukban mindig segítenek egymáson. Talán így lehetne röviden összefoglalni azt a világot, amit Rép Erika meseíró teremtett írásaiban. A NAK-ról elszármazott alkotó újra felkereste szülőföldjét, és író-olvasó találkozót tartottak tiszteletére a település könyvtárában. Kicsik és nagyok a helyi könyvtárban NAK-on. Hazalátogatott a településről elszármazott meseíró Rép Erika, aki beszélt írásairól, pályájáról az érdeklődőknek múlt szombaton. 53 évesen kezdett el meséket írni. Akkor volt az Zalai Hírlapban egy felhívás, és az olvasóktól Mikulás meséket vártak. Én akkor kezdtem el írni. Legnagyobb meglepetésemre, mert nem tudtam, hogy én tudok mesélni. Gyerekeimnek is csak könyvből tudtam mesélni. És valahogy jött, és szinte egy gyönyörű kényszert éreztem, és minden nap írtam egy mesét. Aztán vége lett a mikulásos témáknak, akkor elkezdtem húsvéti témát, de aztán már tovább mentem és az állatokról. Most főleg a jelen pillanatban főleg madarakról írok. Nagyon utána nézek, hogy mik a madarak tulajdonsága. Felvettem a kapcsolatot egy madarásszal is, és egy erdésszel is, és ők nagyon jó tanáccsal látnak el engem, illetve ha valami olyasmit írok, ami nem egészen úgy van, akkor mondják, hogy nem egészen úgy van, de mesébe elmegy. No, de én nem úgy akarom, én igazat akarok, hogyha ezeket a meséket elolvassák a gyerekek, akkor tanuljanak belőle, és felnőtt korú és emlékezzenek vissza, hogy hoppá, én ezt már hallottam valahol, olvastam valahol. Ellátom őket azért emberi tulajdonságokkal is, és főleg az összetartást, ami a mai világban nagyon nagy szükség lenne, hogy az emberek egyet gondoljanak, segítsenek egymásról, egymásnak, tartsanak össze, akár bajban vannak, akár valami jó történik velük, akkor is együtt rendezzék ezeket a dolgokat. Mert én ezt gyerekkoromban ezt láttam, és ebből merítem a témát. Minden mesém a mesebeli erdőben játszódik. Hát ugye kezdődik az eddig kiadott 3 könyvem, mert hogyha végigolvassa valaki, a történetek egymástól függetlenek, tehát nem egy folytatásos ez, hanem csak epizódok vannak benne. A Miska Nyúl lett a polgármester, a mesebeli erdő polgármestere, mert nagyon-nagyon jó nyuszika, és nagyon jó rókakoma van, nagyon jó farkaskoma van, segítik a mesebeli erdőben lévő állatokat, és olyan szervezetek is alakultak, ami az emberek között is van, például a tűzoltóság, a polgárőrség, és sokszor igénybe kell venni a polgárőrséget is. A témákat onnét veszem, ha hallok valamit. Például tavaly nyáron nagyon sok szúnyog volt, akkor a mesebeli erdőben is szúnyog volt. Hát, megmondom őszintén, még egy
földrengés is, még ez is, de nem lett aztán mesebeli erdőbe földrengés, de az összefogás, hogy hogyan kell kimenekülni és megelőzni a bajt, az összefogás miatt nagyon jól sikerült. A fakicsavaró szél is majd aztán egyszer színre lép, és őt is hogyan javították meg, vagy hogyan akarták, hogy jó legyen. Hát a szegény fakicsavaró szél meg is szelidült, és az északi szelet és a többi barátait is erre buzdította. Aztán kiderült, hogy mégiscsak nagy szükség van a szélre, mert anélkül a földön nem lenne élet. Ezt például a tévéhíradóból hallottam. Aztán nagyon tetszett ez a szó, hogy dióburok fúró légy, a diót megtámadta ugye ez a kártevő, hát megjelent a mesebeli erdőbe is, úgyhogy itt is az összefogás miatt sikerült a dióburok fúró legyet eltávolítani a diófáról. Bár messzire, Zalaegerszegre vitte az élet, mégis szívesen jön szülőfalujába. Ide mindig hazajövök, tehát otthonról hazajövök. Nagyon szép emlékeim vannak a faluról, hát a szívem csücske ez a NAK. Nagyon szeretek idejönni, az emberek nagyon kedvesek, nagyon aranyosak. Nagyon sok szép emlékem van innét a faluból, innét indultam. Csak jót tudok mondani. Ez volt az első író-olvasó találkozója NAK-on. Azt mondja, nagyon meghatódott, hogy ennyien szeretnének találkozni vele újra, illetve érdeklődnek a meséi után. Újabb kiállításnak adott otthont a Hungária Takarék Dombóvári fiókja. Itt két évtizede szokás már, hogy teret adnak ifjú alkotóknak munkáik bemutatására. Ezúttal festmények kerültek a pénzintézet falaira. A Hungária Takarék Dombóvári fiókjában 20 esztendeje a társadalmi szerepvállalás jegyében támogatják a tehetséges alkotókat. 1998-ban, amikor a Völgységi Takarék Szövetkezettel egyesült Egyháttérvidéki Takarék Szövetkezet, akkor az akkori elnökünk Braver János nagy műpártoló volt és támogatta a térségben működő amatőr, illetve tehetséges, aktív szereplőket. Ebből adódóan, amikor 98-ban Dombópár utcában az első Völgységegyház takarékot megnyitottuk, akkor már teret biztosítottunk erről a Bonyhádról induló gondolatnak. Az elmúlt 20 év alá támasztotta, hogy mindenféleképpen érdemes foglalkozni azokkal az emberekkel, akik egy picikép másképp látják a világot, mint mi, és ezt akár meg tudják plasztikusan is jeleníteni. Nagyon örülök, amikor újból és újból, hónapról hónapra új alkotók kerülnek ide, és mindez azt gondolom, az én erememön túl helyi lakosság és az ide betérő, vidékre is betérő embereknek alkot egy teljesen más képet pénzintézetünkről. Pénz szigorú és a humánumtól távol eső világában üde színfoltként jelennek meg a tájképek és az ember ábrázolása. Lestáki Hunor középiskolás kora óta alkot. Saját bevallása szerint elsősorban az emberalkotások érdeklik, a természeti képek számára egyfajta kísérletet jelentenek műfaji sokszínűségének kialakítására. Az, amivel foglalkozom, erre nem lehet tudatosan készülni. A grafikai alapok elsajátításához Bonyhádon egy híres és méltán elismert festőművész Kovács Ferenc segített hozzá. Ezt követően gondoltam a magam kis erejével, hogy talán a festészet lépcsőire is felléphetek,
azáltal, hogyha autodidakta módon fejlesztem magam. Sok olvasás és az internet belépésével egyidejűleg kitárult nekem is a világ, és nem kellett nemzetközi porondokon galériákat látogatni, hiszen egy kattintással elérhető volt már minden. És mások példáján előre haladva én is megpróbáltam meglovagolni a hagyományos értelemben vett modern kortárs festészet technikai elemeit, és létrehozni valami olyat, ami még a teljes palettáról esetleg hiányzik a magam kifejező eszközével. Arcképeket kezdtem el korábban festeni, majd teljes alakos férfi és nő alakzatok alakultak ki. Ezeket volt, hogy csoportba és témába rendezgettem, tájképes illusztrációk és komplex alkotások így készülhettek el egy rövidebb tervezési szakasz előkészítésével. A jelen kiállításban szereplő 26 képnek körülbelül egyharmadát teszik ki a csendéletek, egyharmadát a figuratív és egyharmadát a tájképek. A témáim jó részét tervezéssel, más részét fotók felhasználásával készítem. Az emberben az egyénisége érdekel, mondja Lesták Hunor. Azt keresem az emberben, amit pillanatként ki tudok belőle szorítani. Az emberábrázolásnál a portrék tekintetében a tekintet számomra a legfontosabb, hogy sugározzon valamit, hogy kifejezzen valamit. Nyilván ennek a műfajnak számtalan korábbi alkotó próbált és tudott is hangsúlyos alkotásbéli eredményeket produkálni, és mai alkotók többsége szeretne a nyomukba és a nyomdokukba lépni, és ezáltal valamiféle nevet szerezni magának, talán ez egy jó szó. Ugye egy digitális technológia világában élünk, ahol nem csak papírra, hanem digitális táblára is lehet vetni ötleteket, gyors színezéseket, térbeli elhelyezéseket. Ehhez formai nyersanyagokat lehet a természetből egy helyszínre való kivonulás alkalmával, illetve beszerzett fotó alapján, montások alapján össze lehet vágni egy olyan nyersanyagot, ami segítség lehet, nyersanyagbéli segítség lehet ahhoz, hogy a kidolgozás, az előkészítés után következő kidolgozás majd formát öltsön a végső panel felületen. A Folt Varró szakkör tagjainak munkáiból nyílt kiállítás Kaposszegcsőn. Tolna megyében csak ezen a településen indult ilyen foglalkozás. Többen is jelentkeztek a tanfolyamra, közülük 6 hölgy alkotásait mutatták be a közönségnek. A
a Művészeti Iskola növendékei zenés produkciókkal készültek a Kaposszegcsői Közösségi Házban. A Tolna megyei településen a foltvarró szakkör résztvevőinek munkáiból nyílt kiállítás. Az egészen apró mintáktól az igazán nagyméretű alkotásokig sokszínű művek díszítették a termet. Nagyon örültem annak, hogy van arra lehetőség, hogy itt a közelben megtanulhatok olyan fortélyokat, olyan mozdulatokat, amiket még nem tudok. És mivel a foltvarrás nagyon megnyugtató és szórakoztató elfoglaltság, ezért nagyon jól érzem magam benne, és nagyon örülök annak, hogyha sikerül valami szépet alkotnom. Tolna megyében egyébként csak itt Kaposszegcsőn indult ilyen foglalkozás. A szakkört Acélosné Solymár Magdolna foltvarró céhmester indította. Miután nem csak akkor van elvonási tünetem, ha nem varrok, hanem akkor is, ha nem tanítok, ezért vettem egy mély levegőt, és kikerestem a női polgármestereket, és írtam levelet mindegyiknek, hogy milyen jó dolog a foltvarrás, nem csak azért, mert kézügyességet fejleszt, mert nagyon szép tárgyakat lehet létrehozni vele, hanem azért is, mert nagyon jó közösségfejlesztő, és ha van egy foltvarró csoport egy kisebb faluban, akkor mindig valahogy nem csak úgy irányul rájuk a figyelem, hogy szeretik a munkájukat, hanem nagyon sok segítséget kérnek általában a foltvaróktól, mert a foltvarás mindig együtt jár a karitatív tevékenységgel. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok mindenben tudnak segíteni egy közösségnek. Nem csak kézműves foglalkozások tartásában, hanem igényes foltmunkák, foltvarott tárgyak ajándékozásában, különböző tombola tárgyak varrásában, óvodának, bölcsödének, falvédők, fali képek varrásában, és sorolhatnám még órákig. Tehát nagyon hasznosnak tartok egy ilyen csoportot, és a sok-sok levélből tulajdonképpen ez az egyetlen egy tanfolyam jött össze, mert csak a kaposszegcsői polgármester asszony támogatta ezt az ügyet. És így 13-an jelentkeztek, hát volt lemorzsolódás, gyakorlatilag végig 8 ember vitte a kezdő tanfolyamot, ez 11 foglalkozásból állt, foglalkozásonként 2 óra, és még meg is fejeltük 5 alkalommal. 6 lány úgy gondolta, hogy ők még szeretnének egy kicsit tovább tanulni, ez már önköltséges alapon ment, és így lett ez a gyönyörű szép kiállítás a végén. Egy kicsit kisítőek voltak a lányok az elején, és ezért gondoltam azt, hogy ne csak önállóan az ő munkáik, hanem az én munkáimmal együtt, vagyis tanár és tanítványai, hát ha úgymond nem jön össze elég munka. De hála Istennek, nagyon szorgalmasak voltak, nagyon tehetségesek voltak, és mondhatnám azt is, hogy ez a csoport, bár nagyon sok csoportot tanítottam már a 20 év alatt, amióta foltvarrással foglalkozom, a tehetségesek közül is kiemelkedően tehetséges csoport volt. A varrással az a probléma, ezt problémának lehet nevezni, hogy ez nem olyan, mint például egy dekupázs, vagy egy ilyen ragasztott technika, hanem ehhez idő kell. Tehát és nem mindenki áldoz rá időt, mert mostanában úgy látom, hogy inkább azok a dolgok mennek, amik cák-cák-cák ilyen nagyon gyorsan hoznak eredményt, és ezért is van az, hogy a fiatalok nem igazán nyúlnak a varrótűhöz. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!